Szervusztok, üdvözöllek benneteket! És ebben a videóban beszélek egy nagyon érdekes ilyen tudatalatti struktúráról, vagy mintázatról, ami miatt vagyunk betegek, és ami miatt úgynevezett magunkat, vagy szabotásnak tesszük ki magunkat. A kezdetben ami azt jelenti, hogy aki most kezdi a, a tudatalatti munkát, sokkal több ilyen önszabotás, meg ilyen ön... A, azt akartam mondani, hogy önpusztító, de ez egy kicsit erős kifejezés. Tehát ez a szabotás sokkal több rétegben van a tudatalattinkban, mint igazán azok a programok, amiket, amik előre vinnének minket. Ezek a belső programok, amik szabotázsolnak minket, ezek okoznak betegséget, ezek okoznak kapcsolatbeli problémákat, ezek okoznak szinte minden problémát az életben. És van egy érdekes kérdés, amit így elmagyarázok, vagy felteszek, és akkor azt tudjátok magatokba vizsgálni. Egy kicsit ilyen ilyen furinka, ilyen hátulütős, tehát ugye az ego az erről szól, hogy eltakarja, ami folyik, és rábeszél minket egy olyan dologra, ami igazán nem folyik, meg nem annyira fontos. Amikor valaki megbetegszik, legyen az egy vírusos gyulladás, vagy egy akár komolyabb fekvő betegség, akkor mindig van egy olyan háttérprogram az a tudat alattiba, ami azt okozta. Amikor teljesen ki van tisztítva az elménk, ami természetesen egy millió lépés, akkor nem lehetünk betegek, nem tudunk betegek lenni, mert nincsenek, nincsenek ezek a szabotások, a mintázatok, vagy ezek a programok. Tehát amikor valami nem, tehát valami megbetegszünk, az a kérdés, magyarul nem lehet, hogy ezen kell majd finomítani, de a, ugye mivel ezt angolul tudom, vagy angolul tanítottam, hogy ebben neked mi az előny, mi ebben neked a jó, hogy megbetegszel. Az ego persze rögtön előreugrik, hogy merész az ilyet mondta, mi az, hogy ebben mi a jó, mekkora hülyeség, papa, papa. bármikor ilyet hallunk, az mind ego. Tehát mi a jó abban neked, milyen előnyöd van neked abban, hogy te megbetegszel, vagy tetted magad. És ha ezt te meg tudod magadtól őszintén kérdezni, és rájössz, hogy kimondod a választ, abban a pillanatban egy nagyon durva ego program megállítódik. Az egyik válasz erre, hogy miért vagy beteg, miért teszed magad betegé, mi az, amit keresel, az mindig figyelem. Figyelmet keresek. Fel akarom magamra hívni a figyelmet. Kérdezd meg magadtól, mikor beteg voltál, hogy mi az, amire vágytál. A másik, ami a figyelem mögött van, ez egy kicsit már láthatatlanabb, sőt, igazán egészen láthatatlan, az az, hogy szeretetet keresünk. Mi az, amire vágysz? szeretet, figyelem, ellátás, odafigyelés, és ezeket azért futtatja a tudat alattink, mert valamikor a múltban ezektől meglettünk fosztva, vagy meglettünk szakítva. Milyen érdekes, hogy minden, ami régen egy ilyen elvont, megvont, megtagadott koncepció, spirituális vagy fizikai dolog, azt mi elkezdjük nagyon akár agresszívan keresni, és soha nem fogjuk megtalálni, mert ott van egy olyan tudatalatti program, ami azt mondja, hogy ez neked nem jutott, akkor enélkül fogsz tovább futni. És mivel meghoztuk azt a döntést, hogy enélkül fogunk tovább futni, ha megszakadunk, se fogjuk megtalálni, amíg vissza nem megyünk ahhoz a döntésponthoz, amikor meghoztuk ezt a döntést, azt mondjuk, hogy tudod mit? Nem akarom ezt a programot futtatni tovább. Kész, vége, elegem van. Amit én szeretnék, az az, hogy ez legyen, meg ez legyen, meg ez legyen. Oké? Okay? Tehát, mikor az emberek így megbetegítik magukat ezt ugye a régi Matrix rendszerben, ami most esik szét, azt nem fogadták el az emberek. Mi az, hogy én megbetegítem magamat? Meg hogy ki vagy te? Meg hogy merészel színeket mondani? Hát, mert az az ego, az nem akarja azt, hogy, hogy rájöjjünk a trükkjeire. Amikor én még dolgoztam sokat így egyénekkel, manapság inkább tanítok meg online osztályokat, vagy ilyen tanítok. Amikor dolgoztam így egyéni a kliensekkel, általában akkor jöttek hozzám, miután már, semmi nem működött. Mindent kipróbáltak, és volt egy kedves fiatal hölgy, kicsivel fiatalabb volt, mint 30, akinek ilyen epilepsiás epilepsziás rohamai voltak. És a, tudni kell, hogy a pszichológiáját a problémának, az epilepsia az egy nagyon erős düh, egy ego düh, düroham a férfi energia felé. Tehát volt ugye apuka konfliktus, papa konfliktus, és ez az epilepsiás roham, ez igazándiból egy ego düh, de megkérdezem tőle, mivel én ezt tudom, csak ezt mi nem látjuk, amíg nem látjuk, hogy mi folyik, amíg nem látjuk ezt a háttérprogramot, addig az futtat minket, vagy játszik velünk, mint egy bábú. Bábú. <laughs> Én mikor rájövünk, akkor egy kicsit ilyen sokba kerülünk, hogy te jó Isten, ennyire el vagyok tájolva, meg varázsolva? Igen, ennyire. Minnyáján. Tehát ez nem egy nem újra mutogatás, meg nem tudod így okolni a másikat, hanem arra, hogy igen, ennyire, ennyire futtat minket ez a háttérprogram. És megkérdeztem tőle, miután mondta, hogy megint haza kellett jönni a munkából, ő kozmetikusként dolgozott, és mindig összeesett így a több kliens meg a vevők előtt, tehát egy ilyen nagy probléma volt, nem tudta soha, hogy mikor jön a következő támadás, és megkérdeztem tőle, hogy hogy mondták, hogy figyelj, most kérdezek egy kérdést, és lehet, hogy bedühödsz rá, csak az a lényeg, hogy legyél őszinte, mert utána megoldódik, és mondom, te ebben neked mi jó, hogy mit kapsz abból, hogy te ezt csinálod. Kedves volt, tehát nem támadott rám, és azt mondta, hogy így gondolkodott, és én öt-tíz másodperc azt mondja, hogy te jó Isten, figyelmet, attention, úgy angolul attention, és, és így így elsápadt, elpirosodott személyi kikerekedtek utána, elszégyenült, és mondom neki, hogy nem hagyd, hogy ezek az érzelmek most jöjjenek fel, mert enélkül a bűdös életben nem volt soha rálátni vagy átlátni azt, hogy van egy önpusztító viselkedési program, vagy ez az a háttérprogram. És miután rájött utána, azt mondta, hogy jóisten, ezt én magamnak csinálom, pontosan minden. Tehát mikor van egy gyulladásos betegségünk, az ugye mindennek megvan a pszichológiája, egy gyulladásos betegség az egy, egy családi konfliktusra vezethető vissza. Ha a máj problémánk van, az visszavezető egy ilyen düh, meg harag, meg düroham, amit bent tartunk magunkban. Ha a tüdővel van gond, akkor az ami nagyon komoly bánat, nagyon régi, ősi történet, amikor bánatosak is vagyunk, de dühösek is. Az embernek az agyával van gond, akkor túl sokat gondolkodik, viszont a szíve össze van törve. Tehát igazán ezek a tudatalotti programok annyira komplexek, és az ego próbálja el, vagy távol tartani minket igazán az igazi válaszoktól, igazán a megoldásoktól, és amikor ezeket elkezdjük szépen felfedezni, megoldani és elengedni, utána jön egy teljesen más világ, egy jobb világ. Jó? Tehát ez a lényeg, hogy mi, mi a jó neked abban, hogy hülyeséget csinálsz, mi a jó neked abban, hogy megbetegíted magad, mi a jó neked abban, hogy szenvedsz, mi a jó neked abban, hogy és te ide beteszed azt a jelenlegi szituációt, amit látod, vagy elkaptad magad, hogy csinálod, de igazándiból tudod, ad, ő ezt a programot ezt a programot te futtatod, amíg el nem kapod, és utána meg lehet állítani. Jó? Hát ennyi volt, további szép napot, és akkor majd csinálom a következőt. Akarok mutatni egy-két ilyen többi technikát, ami kell hozzá a kéz, az, ahhoz majd egy másik kamerát használok, amikor meg mutatni a kezemet, nem az irodában. Jó? Szép napot, aztán ha bármi kérdés van, akkor szóljatok. Ciao, szia!